Ez az árogát 1872-től működött, nagyon rossz. A hajómalmok működése megszűnt a Dunákban, rátkever forgalma visszaesett, és egy millió probléma keletkezett, de mi ráfordulunk, addig még majd elfelejtettem mondani, a vár előtt szerettem volna mondani, Szigeten összefüggésben, hogy ott van Savoyai Jenő szobra. Savoyai Jenő volt a Sziget ura 1698-tól 1735-ig, és az ő szobra állott. Tehát ez is egy csepeli vonatkozás volt. Na hát akkor visszatérünk, és beindulunk a hajózó zsilipet. 1872-től a kikötő építés is napirendre került, de arról majd kicsit később. És napirendre került a soroksári Dunaág szabályozásának kérdése is. És valamikor 910 körül kezdték el ennek a zsilipnek az építését, amelynek a tervező ugyanaz volt, az a Sajó Ellemér, aki végül a csepeli szabadkikötő, illetve a szabadkikötők terveit elkészítette, mert 5 kikötőről van volt itt szó, és megépült ez a zsilip, amelyiknél rögtön terveztek vízi erőművet is, mert a Duna, mint egy 50-valány kilométeres Csepel-szigeti szakaszán, a Nagy Duna kevesebb, illetve többet lejt, mint a Kis Duna, ugye ez az erősebb áramlat, 4,5 méter szintkülönbség van, és ezt a vízi erőműre is lehetett volna hasznosítani. De a zsilipet akkor még, a zsilip három része tervezett zsilipen belül, az egyik a hajózó zsilip, amelyikben most hajózunk be, épült meg is a vízbe bebocsájtó zsilip rész, és valamikor 1946-ban épült meg az erőmű része ennek a szakasznak. Közben a Tasi zsilip építés